100 éve történt. Új világrend születik. Üdvözlöm Önöket, Társ István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják. Nagyjából egyenlő erők vonultak fel, tehát mind a két oldalon a 300-350 ezer embert sikerült mozgósítani, illetve bevetni. Majdnem a balti tengertől egészen a Kárpátok lejtőig egy többé-kevésbé, de összefüggő arcvonal húzódott. De mint látjuk, ezen a hatalmas területen viszont a kis létszámú haderők operálhattak, főleg hogy az első világháborús relációkat nézem. Az első világháború utáni konfliktusok közül európai szempontból a lengyel-szovjet háború volt az egyik legjelentősebb. Bár mindkét oldalon viszonylag kevesen harcoltak, a szovjet verességgel záruló csaták komoly következménnyel jártak, nem csak Lengyelországra nézve, és nem is kizárólag az 1920-as évekre vonatkozóan. Mai adásunkban, múlt heti témánkat folytatva, a lengyel-szovjet konfliktusról beszélgetünk történész szakértőinkkel. Tartsanak velünk! 100 éve történt. Új világrend születik. Baráti segítség, magyar fegyverszállítmány a lengyeleknek. Megmaradnak hadipari kapacitásuk, elsősorban a csepeli és Weissmann-Frinnak hívott hadiüzemben. Ebből, valamint a nemzeti hadseregnek a meglévő készletéből tudnak küldeni fegyvereket. 80 vasúti vagonnyi felszerelésre kell gondolnunk. Pilsudski marsall és a Visztulai csoda. Ez adja meg végül Pilsudskinak azt a tekintét, hogy hoppá, ő most minden esély ellenében győzelemre hozta ezt ki, és hogy bármennyire is nem tisztelték őt az Antantban, sőt tömegnek tartották azt, amit ő itt Lengyelországgal csinál, és attól tartottak, hogy Oroszország el fogja őket taposni, innentől kezdve bemutatta, hogy Lengyelország egy komoly állam, amellyel számolni kell. Megsértett szovjetek, a rigai béke és következményei. Ezt a katonai verességet tulajdonképpen szovjetek nem felejtik el. Mindig arra fognak készülni az 1920-as évek elejétől is, hogy revansot vesznek ezért a kudarcért, és a szovjet állam folyamatosan törekszik arra, hogy előbb-utóbb katonai úton vehessen elégtételt Lengyelországon. 100 éve történt. Ki állt kivel szemben? Nyilván ott volt a lengyel hadsereg, Antant fegyverekkel, nem csak Antant fegyverekkel, hanem Magyarország is küldött fegyverszállítmányokat, sőt, talán még magyar katonákat is ajánlottunk fel, csak hát a csehszlovákok nem engedték, hogy Csehszlovákián keresztül katonák jussanak el Lengyelországba. Ki volt az egyik oldalon, milyen munícióval rendelkezett, és ki állt ezzel szemben a másikon? A lengyelek ellen a szovjet-orosz haderőnek egy jelentékeny része vonult fel, körülbelül létszámát tekintve megegyezett a lengyel haderőnek az összes létszámával, tehát ez a 300-350 ezer fővel lehet kalkulálni. Ligeti Dávid történész, Veritas történetkutató intézet és levéltár. Való igaz, hogy a lengyelek ugye nem segítette, hogy Csehszlovákiával pont a tessini iparvidék miatt eléggé feszült volt és hagyos volt a viszony, és valóban megakadályozták, blokkolták azt, hogy például a magyarországi fegyverszállítmányok megérkezzenek lengyel területre. Ezért van az, hogy amikor a magyarok felajánlják a segítségüket, akkor a szállítmány az Románián keresztül, román-lengyel határon keresztül érkezik meg. Nem teljesen egyértelműek az adatok, de szóba került az is, hogy esetleg egy 30 ezer főnyi magyar kontingens katonát is küldenénk Lengyelországban. Ugye ez azért volt egy érdekes adat, mert 1920. június 4-én tudjuk, hogy 30 ezer főben állapítják meg a magyar haderő létszámát, tehát a meglévő magyar haderőnek a döntő zömét küldte volna a magyar állam Lengyelországba, erre nem kerül sor, blokkolják a csehszlovákok. Viszont eljut a lengyel államhoz a magyar fegyver és lőszerszállítmány, 80 vasúti vagonnyi felszerelésre kell gondolnunk. 1920. augusztusában a lengyeleknek nagyon komoly segítség volt, főleg a gyalogsági lőszerek terén, mert ebből hiány alakult ki. Meg ott volt ez a bizonyos Mirra levél, amitől azért nagyon sok mindent reméltek, és remélték azt is, hogy ez egy piros pont lesz Magyarország mellett. Tehát akkor, amikor vannak olyan kétséges dolgok, hogy most kihez tartozon egy-egy terület, akkor talán ez a fegyverszállítmány, ez a segítségajánlat, ez is majd Magyarország felé nyomja a serpenyőt, aztán ez nem így történt. Teljesen így van, hogy ezek a reálpolitikai érvek játszottak döntő szerepet, úgy tekintették, hogy ezzel a segítséggel sikerül vagy revidálni Trianonnak egyes katonai tárgyú rendelkezéseit talán. Másik ok, ugye a
hagyományos lengyel-magyar történelmi barátság kérdése, és a harmadik ok az pedig a bolsevizmustól való félelem, hiszen Magyarország is ugye komoly veszélyben volt, hogyha a lengyelek elbuknak, akkor nagyon könnyen restaurálható lett volna esetleg a tanácsköztársaság itt Magyarországon. Ahogy arról már beszéltünk, a bolsevik orosz állam úgy gondolta, hogy a világforradalom exportálása Lengyelországon keresztül valósulhat meg és terjedhet tovább, mondjuk Németország irányába. De kik voltak a szovjet-orosz csapatok vezetői? Timár Gábor, ELTE TTK, geofizikai és űrtudományi tanszék tanszékvezető. Volt egy vezetőjük a Tuhacsevszki marsal, egy tehetséges vezető, aztán később 1937-ben a sztálini tisztoltásoknak lett az egyik legfontosabb áldozata, és volt hát a gyerekkorunkban sokszor megénekelt Bugyonni lovas hadserege, mellette Sztálinnal, mint politikai tisztel, amelyik Volva térségében államosodott, Tuhacsevszki pedig körülbelül északon, tehát Vilnius és Minszk térségéből tervezték a támadást. Minden a lengyelek ellen szólt. Olyannyira, hogy az Antant javasolta is Lengyelországnak, hogy kössön fegyverszünetet és menjen bele akármilyen feltételekbe, de ezt ne játssza végig, mert ebből baj lesz. Bíztak a csodában a lengyelek? Hát mondjuk úgy, hogy Piłsudski nem adta magát. Piłsudski, amikor hazajött Németországból, nagyon érdekes, hogy fogadták a lengyel volt szocialista elfbarátaját Oroszország Lengyelországból. Azzal válaszolt az elvtárs megszólításra, hogy hát elvtársak, igen, köszönöm szépen, de hát az a helyzet, hogy én eddig ezen a vörös vonaton utaztam, pontosan eddig a megállóig utaztam rajta, hogy függetlenség, most leszállok. Tehát innentől uraimnak szólítjuk egymást. Mire aztán 1920-ra értünk, addigra ő teljesen elköteleződött afelé, ami hát aztán utána két háború között is ő lett, tehát egy keresztény, konzervatív Lengyelországnak az első embereként, ő nem adta föl magát. Volt egy haditerve, tehát a lényeg az, hogy az oroszok mentek előre, mint a gép, Stalingrádra hajoz a dolog csak a másik irányba, tehát mentek keletről nyugatra, Varsótól északra, és Piłsudski ettől az előnyomulási vonaltól délre létrehozott egy ellencsapásmérő erőt. Attól persze tartott, hogy Bugyonné majd oldalba kapja és nem tud beavatkozni, de hogyha ez nem történik meg, akkor ő egy északirányú hadmozdulattal az egész brigádot majd el tudja vágni. Az oroszok, amikor odaértek Varsó elé, akkor tényleg nagyon eltökélt ellenállással találkoztak. Tehát a Szikorszki féle lengyel hadsereg napokra megakasztotta az orosz támadást túlérővel mindennel szemben. Egy nagyon bravúros, váratlan lengyel támadással egy ulános alakulat az egyik kulcsfontosságú orosz hadseregnek a rádióközpontját lecsapta. Gyakorlatilag egyetlen egy rádió maradt az egész hadseregben. Ezen a frekvencián a lengyelek elkezdték a Bibliából, a Genezistól felolvasni lengyelül és latinul, hogy zavarják az adást, de gyakorlatilag a Tuhacsevszki nem tudta nekik megmondani, hogy figyeljetek, délről a bal szárnyon, mert támadnak, úgyhogy mentek tovább előre nyugatra, és így megnyílt a tér Piłsudski előtt. Mert a Bugyonné nem jött oda. A Bugyonné lovas hadserege éppen nekiállt Lvovot ostromolni, tehát kimaradt a varsói csatából. És aztán a Piłsudskinak a északirányú bekerülő hadművelete sikerrel is járt. Ligeti Dávid azt mondja, hogy itt nem olyan harcokra kell gondolni, mint amilyenek az első világháborút jellemezték. Nem ásták be magukat, és nem alakult ki állásharc. Kiépített védelmi rendszerek sem néztek farkas szemet egymással. Hanem egy mozgó háborúról van szó, ahol a lovasságnak például egy nagyon jelentős szerep hárul, vagy a kocsikra, lovas kocsikra szerelt géppuska az egy kulcsfontosságú eszközé válik ezekben a harcokban. Tehát egy mozgó háborút kell elképzelnünk. A Visztula mentén, hogy gyakorlatilag már kivégezett a vörös hadsereg, nem volt a lehetőség, hogy még több embert behívjanak, még több embert küldjenek erre az harcvonal szakaszra. Tehát tulajdonképpen 1920. augusztusában egy kihozanító vereséget szenvednek, amikor világos se válik, hogy ebben az adott állapotban nem lehetséges a világforradalomnak a kivívása. Mégis csodának emlegetik ezt, akkor annyira mégsem csoda, tehát azért volt ennek realitása, hogy a vörös hadsereg itt nem nyerhet? Ha azt nézzük, hogy milyen volt a harcnak a kimenetele 20 áprilisától augusztusáig, akkor mindenképpen a csoda szót oda lehet tenni ezen események mögé, mert folyamatos hátrálásban van a lengyel haderő. Vereséges sorozatát is szenvedik el, az ellentámadásaikat visszaverik, tehát mivel egy nagy váltás következik be hirtelen, mégis csak sikerül megállítani a szovjeteket, ezért nem megalapozatlan a csoda szó használata. Annál is inkább, mert a lengyel államnak a megmaradása volt a tét, és amikor így hirtelen változott kedvező irányba a hadi helyzet, ez mindig pszichológiailag jó hatást vált ki egy ilyen helyzetben, és ezért tulajdonképpen jogosan csoda szó használata is. Nem csak az, hogy a lengyel államiság az, amelyik nyer ezzel, hanem lehet azt is mondani, hogy a bolsevik eszmék
buknak el? Voltak éppen igen. Leninék egyértelműen abban gondolkoztak, hogy ezt a rendszert exportálni fogják tudni a világba, legalábbis Európában, és itt megállítják őket. Nem tudták polsilizálni sem a lengyel területeket, sem pedig a német területeket. Reálpolitikai felismerés is történik, hogy egyszerűen gyengék vagyunk most ahhoz, hogy ezt keresztül vigyük, tehát ezt a háborút valamilyen úton, módon le is kell zárnunk, és azt, hogy tulajdonképpen a Szovjetoroszlánnak a veressége milyen következményekkel jár, azt abból vonhatjuk le, hogy tulajdonképpen ezután a Varsói csata után a lengyelek ellentámadásból is tudnak átmenni, és ezt nem tudják az oroszok kellőképpen lefékezően megállítani, és azért van az, hogy 1921-ben, amikor ezt a háborút lezáró rigai békét a két fél aláírja, akkor a lengyelek kedvezőbb határvonalat tudnak kieszközölni, mint amennyi terve volt véve 1918 végén, vagy 19 elején. Ez azt jelenti, hogy az Antantától a keleti határ nagyjából megvonó Lord Curzon brit külminiszterről meghúzott vonal lett volna a szovjet-lengyel határnak az alapja. Most Rigában a lengyeleknek sikerül 150-200 kilométerrel keletebbre kitolni ezt a vonalat. Tehát jelentős fehér-orosz és ukrán lakosságú területeket is a lengyel államhoz tudnak csatolni. Mikor lehet azt mondani, hogy létrejött a lengyel állam? Van ennek pontos ideje? Hogyha jogilag nézem, akkor a Versailles szerződés napján. A Versailles szerződés ugye német béke, és a német béke napján kötik meg, ezt nevezik kis Versailles szerződésnek, ugyanakkor ugyanott majdnem ugyanők, tehát a németek nincsenek benne az Antantigen, a lengyel kisebbségvédelmi megállapodást, amely garantálja Lengyelország kisebbségeinek a helyzetét, de hát itt ugye az aláíró fél Lengyelország, és ez eddig nem volt, igen, 19. június 28. Lengyelország ott volt amúgy a többi békekötésnél is, amely érintette az ő határait? Nem csak azoknál, összesnél. Lengyelország aláíró volt Bulgáriával, Magyarországgal, Ausztriával és Törökországgal is. És akkor a győztes oldalon írta alá? Győztes, tehát a szövetséges és társult főhatalmak listájában ugye Lengyelország. Trianon szempontjából érdekes, hogy bár a lengyelek aláíró felek voltak Trianonban, a ratifikációja lengyel részről elhúzódott. Csak 1930-ban ratifikálták, mert azért ők hálásuk is voltak nekünk a segítségért, meg azért mégiscsak a lengyel-magyar barátságot történetileg is hosszan megtartották. Tehát ez már csak akkor került erre sor, amikor a magyar és a lengyel diplomácia már bőven kapcsolatfölvétel után volt, és megbeszélték, hogy jó, hát most akkor ez lehet, de hogy ők tulajdonképpen kitartottak, tehát Amerika mellett Lengyelország volt a másik, amelyik nagyon hosszan és nagyon hangsúlyosan közölte, hogy szerinte ez így igazságtalan. Hogyha napjainkat nézzük, akkor mindig fontos az, hogy a szomszédos államok, Európa államai, a világ államai, vezető nagyhatalmak elismerik-e egy-egy államnak a függetlenségét, önállóságát. Ez akkor 1920-ra Lengyelország szempontjából ez már megtörtént? Egyáltalán ezekre a gesztusokra szükség volt? Új állam szempontjából mindenképpen, és egy régi, de most új alakuló és 150 évig nem létező állam számára ezek nagyon fontos dolgok voltak, hogy elismertek legyenek. Magyarország számára is egy nagyon fontos volt, egy ilyen párhuzam mindenképpen van a kettő között, hogy mi sem voltunk önálló állam. Sikerre ránk verték az Antantba, hogy mi az osztrák-magyar monarchiának az elnyomó részéhez tartoztunk, és akkor ennek következtében mi nyilván vesztesek is vagyunk. Ez Aponyi védőbeszédének egyik sarkalatos pontja is volt. Hát igen, 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 csak hát ugye a kérdés ilyenkor az, hogy a másik fél erről mit gondol, és őket már erről nem lehetett meggyőzni, hogy ez nem így van. De ugyanakkor nekünk is nagyon fontos volt, hogy elismernek-e minket, és hogy aláírnak-e velünk bármit is. Tehát a Károlyi kormány bármennyi is elvesztette az ország déli részét a belgrádi fegyverszüneti egyezményben, mégiscsak föl tudtak mutatni egy papírlapot, hogy Magyarország képviselői és az Antant képviselői aláírnak egy valamilyen szerződést, tulajdonképpen mindegy, hogy miről. Magyarországnak miért nem sikerült az, ami Lengyelországnak? Ugye, hát ezt én úgy szoktam megfogalmazni, hogy volt-e Magyarországnak Paderewskije? Volt-e Magyarországnak egy olyan követe, egy olyan filantróp követe a nyugati világban, akire mindenki azt mondja, hogy igen, ő elismerte Magyarországot képviselő, és amit ő mond, arra odafigyelünk bár miatt, vagy mert jó zenél, vagy mert olyan jó sármja van, vagy akármi. És nem volt ilyenünk, leginkább azért nem volt, mert nem gondoltuk, hogy kell. Paderewskiről az előző adásunkban már beszéltünk. Ő volt az a lengyel politikus, diplomata, zongoraművész, zeneszerző, aki élete egy részében svájci, illetve amerikai Egyesült Államokbeli emigrációban élt, és Lengyelország függetlenségéért harcolt. Paderewski korának egyik legvirtuózabb zongoraművésze volt, miközben a lengyel ügy nemzetközi propagálója is. 1919-ben közel egy évig töltötte be hazája az immár független lengyel köztársaság miniszterelnöki tisztét. Timár Gábor úgy tartja, hogy egy ilyen formátumú, mondjuk úgy, hogy Jolly Joker nagyon jól jött volna Magyarországnak a világháború után.
Tehát Magyarország nagyon sokáig, tulajdonképpen a kiegyezés után végig benne élt egyfajta keretrendszerben, tehát egy osztrák-magyar keretrendszerben, és a magyar törekvéseket, a magyar elitnek a gondolkodását végigoszhatotta át, hogy ebben a keretben tegye az ország pozícióját minél jobbá és jobbá, és egy pillanatig nem gondolta arra egészen a háborúnak a legutolsó szakaszáig, hogy ebből nekünk ki kell lépnünk, és nekünk abban kell gondolkodni, hogy kapcsolataink legyenek Angliával, Franciaországgal, az Egyesült Államokkal, és hogy ilyen emberek szükség van, akik ezt bárhogyan segíteni is tudják. Most nyilván Paderewski nem lengyel megbízásból cselekedett, hanem egyszerűen lengyel volt, de bárki, aki magyar volt, az azt az uralkodó nézetet tette magává nyugaton is, vagy bárhol is, hogy oké, Magyarország egy kulturált nemzet, mi a világ kultúrnemzeteinek a családjába tartozunk, de hát Ausztriában vagyunk együtt, és ebben itt majd egymás között megoldjuk a problémáinkat. Úgyhogy mire szétszaladt alulunk, mi ott álltunk, hogy tulajdonképpen senkivel semmilyen kapcsolatunk érdemben nincs, diplomáciánk alig van, és hát ennek a következményeit nyögtük. Nekünk volt egy királyunk, nekünk volt egy negyedik Károlyunk, nem? Amíg a lengyeleknél ez nem mondható el. Kétségkívül a királyt azt, ha ebbe az irányba gondolkodik a magyar elit, akkor ki lehetett volna játszani, már úgy értem, hogy mint kártyalapként, nem az, hogy ki lehetett volna beletolni, illetve a magyar elit egy része, tehát a legitimisták ezt így is gondolták, de azt elég hamar rögzítette az Antant is és a kis Antant is, hogy ez a békeszerződés aláírásának a feltétele, hogy a király nem maradhat. Tehát akkor lehetett volna előhúzni egy másik embert, hogy akkor ő nem, de akkor van egy másik. Hát ha lett volna, de nekünk nem volt Paderewskink, nem építettük föl, vagy hát nem volt senki, aki felépítette volna erre magát. A rigai békénél eresztettük el Lengyelország kezét annak a független, önálló régi új államnak, amely ekkor talán még nem is sejtette, hogy az orosz medvét csak pillanatnyilag győzte le. A folytatás néhány évtized múlva következett. Nem jelentett túl sok jót egy megsebzett Németország és egy szintén sebeit nyalogató Oroszország között győztesnek lenni. Ezt a katonai verességet tulajdonképpen a szovjetek nem felejtik el. Tehát ők mindig arra fognak készülni az 1920-as évek elejétől is, hogy revansot vesznek ezért a kudarcért, és a szovjet állam folyamatosan törekszik arra, hogy előbb-utóbb katonai úton vehessen elégtételt Lengyelországon. Hát erre utalnak azok a katonai fejlesztések, amely például egy védelmi vonalat építenek ki a szovjetek az akkori lengyel-szovjet határon, és ez magyarázza aztán azt 1939-ben, hogy az első adandó alkalommal tulajdonképpen, amikor a lengyel állam krízisbe kerül a német támadás után, akkor a szovjetek azonnal, tulajdonképpen szinte azonnal, tehát 2,5 héttel a háború kezdete után interveniálni fognak, és megszállják ezeket a területeket, amelyeket 1920-21-ben veszítenek el. De mi még fontosabb, hogy megsemmisítik a totális szövetségesükkel Lengyelországot, tehát ez egy kiemelt cél volt a szovjet külpolitikában, és ebben markáns szerepet játszottak ezek az 1920-21-es események. Itt még egy dolgot lehet alapvetően kiemelni, akkor az európai közvéleménynek egy jelentős része érte úgy, hogy lengyelek tényleg megmentették Európát a bolsevizmustól, tehát ez nem csak a magyar sajtóban jelenti, mert a lengyelekkel baráti viszont tápoló országokban, hanem a nyugati Antant sajtóban is ezt így megtaláljuk, hogy ezek a hangok visszaköszönnek. Mi már tudjuk azt, hogy ennek a győzelem tulajdonképpen az az, hogy csak a következménye, hogy egy nemzedék menekül meg attól, hogy bolsevik államrendszerben, vagy bolsevik igazgatás alatt élje életét, hiszen 1939-ben ezek az eredmények szerte fosszanak, majd pedig ezt megerősíti az 1945-ös második világháborút követő rendezés is, ahol azt látjuk, alapvetően a szovjetek kőkeményen képviselik azokat az érdekeiket, hogy visszaszerezzék ezeket az elveszített területeket, amelyeket nem tudtak 1919-20-ban megszerezni. Ön azt mondta, hogy a szovjetek nem felejtettek, de itt azt is lehet mondani, nem, hogy Sztálin nem felejtett, mert hogy már az ő neve is megjelent itt 1920-ban, sőt, hát ő személyesen is részt vett ezekben a hadműveletekben. Így van, maximálisan ez szerepet játszott, hogy személyes tapasztalatai is voltak, illetve súlyos kudarcot volt kénytelen elszenvedni, de ez igaz volt egyébként az 1930-as évek szovjet katonai vezetésére is. Igaz, tudjuk, hogy 1937-től kezdve Sztálin gyakorlatilag le fogja fejezni az akkor már 1919-20-ban aktív szerepet játszó szovjet katonai elitet, tehát gondoljunk csak arra, hogy gyakorlatilag Bugyonyi és Horosilov kivételével a másik három szovjet marsal, köztük ugye Tuhacsevszkit, akinek meghatározó szerepe volt ebben a háborúban, kivégezteti, illetve a tábornokok, törzstisztek, főtisztek jelentős részét is, akik ekkor részt vesznek
meg ezekben a harcokban, de ez nem változtat azon a tényen, még egyszer hangsúlyozni szükséges, hogy a szovjet politikában is mindig megvan ennek a revíziónak a gondolata, amikor, hogyha ezt nem is szoktuk így velük kapcsolatban emlegetni, de tulajdonképpen a célok tekintetében nyugodtan hívhatjuk ezt az egész szovjet doktrinát revíziós politikának, hiszen ez kiemelt cél, hogy visszaszerezni a cári birodalom által elveszített területeket. Természetesen ez nem csak a lengyel relációra igaz, hanem igaz a Baltikumra is, igaz a finnekre is, igaz a románokra is, és 1939-40-ben ezt látjuk alapvetően, hogy pont ennek a 20 éve korábbi rendezésnek a kereteit vetik szét a szovjetek. Van, ahol ugye kudarcot vannak, hiszen Finországot nem sikerül visszahódítani teljes mértékben, de a Baltikumot igen, Bessarábiát igen, tehát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen erre annak egy reflexiót 20 évvel később. 100 éve történt. Csúri Sándor, látomás fényes nappal. Trianon mindennapos emlékére. Romok, romok. Kifakult vörös és megfeketedett repkények a falakon, amerre járok. Stőből levágott kezek fájdalma a tájban. A nagyalföld közepén egy holló lépegett magányosan, mint Kanizsai Dorottya, a ma régi, hagymázas csatatéren. Mögötte ott zsibong a napsütötte királyhágó. Autók, népek és megmámorosodott szénaillat hordái rohangálnak a magaslati kanyarokban. S mindent elsodornak, ami volt, mindent, ami lehetett volna. Szent László bíbor királyi palástja szálakra bomolva úszik a csipkefák fölött, vagy lebeg csak bánatosan, mint nyárvégi ökörnyán. Miféle ország az, amelyikben ott él egy másik ország is, egy másik remegés, egy másik jajszó, és kísértetként kitagadva ott bujkál a bükkerdők bokrai között, a szigorú körös medrében, a nők visszatüremkedő melbimbója mögött, a szív felé futó, legtitkosabb ösvényeken. Ha kimondhatnám a nevét ennek a másik országnak, talán megeredne az eső, és lemosná szemhéjamról a századokat, és járhatnék akár újjászületett szemmel is otthonosan a hegycsúcsokon, s kiabálhatnék, hogy megvan, hogy újra megvan a hegyi rét, a zöld barlang, a havasi gyopár, a nagy omlás alá temetett halott, ki arcával a föld mélye felé fordulva várta csak, várta, hogy valaki megszólítsa. 2000. Száz éve történt. Új világrend születik. A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort az MTVA készítette 2020-ban. Viszont hallásra!